Vigyázz! Kész! 13 csapat, köztük 4 versenyen kívül mérte össze tudását június elején a 9. keszegi favágó versenyen, amely 2018-ban Ásotthalom, Császár és Pilisszentiván után a Stihl Országos Fakitermelő Bajnokság 4. regionális fordulója volt. A színvonalas megmérettetés sok izgalmat hozott. A második fordulóban például a favágóknak az eső áztatta vizes fűvel is meg kellett küzdeniük. Az igazi vihar azonban szerencsére csak az eredményhirdetés legvégére érte el a kis települést, ahol már igazi hagyomány a favágó verseny. Onnan indult ez a dolog, hogy igazán így Keszeg az északi középhegységben a Naszályhegy lábánál fekszik, és elég így erdőkkel vagyunk körülvéve. A faluban is 3 fakitermelő csapat működött 9 évvel ezelőtt igazából, és igazán a mai napig. És innen jött a gondolat, hogy leginkább a Belencsák TV-vel, mint fő fakitermelő úgymond, közösen így összeállva, és ezt a rendezvényt elindítottuk. És ez volt a fő cél, hogy így mint Keszeg hírnevét egy picit így vigye, és a favágás kapcsán, hogy tényleg itt az erdőkkel körül van véve, és egy szép kis csendes falucska igazából. És ezért szeretnénk, hogyha ez a favágó verseny így megmaradna, és vinné Keszeg hírnevét továbbra is. Ahogy minden évben, úgy a keszegi forduló ezúttal is kiegészült egy egyedi versenyszámmal. A fakitermelők hasas kézi fűrésszel is megmérkőztek egymással. Ennek köszönhetően aztán 2 végeredmény született, ami leginkább csak a 2. és 3. helyet érintette. Az Ipoly Erdő ZRT királyréti erdészete ugyanis mindkét pontozás szerint győzött. Míg a helyi versenyen a kemencei erdészet gárdája lett a 2., a budapesti erdőgazdaság ZRT 4-ese pedig a 3., addig a kvalifikációs küzdelemben éppen fordítva állhattak fel a csapattagok a képzeletbeli dobogóra. Ahhoz képest, hogy sok időnk nem volt gyakorolni, szerintem jó helyen végeztünk, úgy érzem. Kombinált vágásunk azok elég jól sikerültek, szerelés is, a döntésen kell még javítani szerintem. A munkakörülmények között az ember nem így dolgozik, mint itt a versenyen, de azért segít felkészülni a versenyre is. A golyozásnál, a döntésnél mindenféleképpen ez hozzásegít ahhoz, hogy a versenyzésben is jók legyünk, és a munkában is precízebbek és pontosabbak legyünk. Kész! És elindult a verseny! A Budapest Erdőgazdaság telephelyén felállítottunk egy hasonló versenypályát, és ott gyakoroltunk. A döntés az új volt nekünk, tehát ilyen még nem volt, mert mi csak ide szoktunk jönni Keszegre, az volt az újdonság. Még pontosabban kell imitálnunk ezt a versenyhelyzetet, és hát többször gyakorolni, hogy jobban összeszokjunk. A keszegi regionális fordulóról tovább jutott még a szeptember 8-i bábolnai országos döntőbe a Szilágyi csapat, az Ipoly Erdő ZRT Váci erdészetének Csiri Team 4-ese és az Isaszegi favágók.